Szevasztok, itt Popet, és jelentkezem a Bayern München FC Barcelona mérkőzéssel. És hogy ne kelljen este megnézzetek a 90 percet, nézzétek meg itt. Na, szóval igen, kitaláltam, hogy hogy legyen, hogy mindig a napján lesznek a dolgok. Igyekszem ugye aznap feltölteni. Tehát aznap lesznek. Na várjatok, jó, mindegy, ezt mindjárt folytatom, csak itt figyelnem kell. Ajj. Na szóval, akkor mindig a napján lesz, ezt már harmadszor mondom el. De a lényeg, hogy lesznek a második meccsek. Tehát jövő héten a Barcelonával leszek. Mindig a hazaiakkal. Döntőben pedig majd lesz egy oda-vissza, hogy egyik csapat szurkoló távodása sétődjön meg speciálén az itt jelenlévő mindkét csapatot. Hát jó, nem mond, jó, dühellen, kimondom. De se baj, hát ez van, le kell játszanunk. És az bedobás felé ment, de nem zavart minket. Ne szaggass be! Igen, naponta lehet két videó lesz, ez eddig nagyon úgy néz ki, hogy hétvégén főleg, hétvégén szinte biztos, hát. De naponta úgy néz ki, hogy lesz kettő, mert nagyon sok felvett anyagom van most, hogy egy hétig beteg voltam. Így, ja meg hát előtte már ugye volt a FIFA út a BL címig, a második szezon, hát. Az most egy darabig szüneteltetve volt, amíg volt a Feed the Beast. Meg nem volt több lerendelelve. Szóval amíg itt rettóztam, addig azt nem rendeleltem, mert hát ott volt az a másfél órás rettó, amit konkrétan két óráig mentett a gépem. Akármennyire nem csinált közben semmit. Na, és hogy közben tudjak valamiről beszélni, elmondom, hogy hogy is zajlik nálam egy videó elkészítése. Általában akkor csak amikor nincs itthon senki, hogy ne tudjonak, ne zavarjonak. De amikor nincs rajta a hang, tehát a játék hangját veszi, akkor vannak általában itthon mások. Tehát amikor nem kommentálok. Mondjuk most kommentálok mégis itthon vannak, de remélem nem fognak zavarni. Ha fognak, akkor meg azt úgyis kivágom. Szóval, ja. Meg akkor ugye nincsen porszívózás, semmi hangzavar, amit csinálhatnának. És Gomez lőtt be! Ajj! Világklasszisom van, igen. Azt hiszem, vagy profi. Szerintem világklasszis, mert azon játszottam már itt a úta BL győzelmig S3-at. Igen, lesz S3, ezt lelőttem. Feed the Beast-ben, lehet, hogy mire ezt látjátok, már azok a részek lesznek, de javítottam a felbontáson. 1280x720-ban játszom, így nem kell nyújtogatni a képet. Így egy picit jobb lesz a dolog. Fejeld be! Azaz! Na, vezetünk is szépen. Na, ott tartunk, hogy felvettem a videót. Ez attól függ, hogy milyen videó. FIFA esetében 10-15 perc. Ugye Feed the Beast Retro-ban 15-20 perc. Dirtben általában 20, mert többet nem nagyon szeretek, mert nagyon... néha csinál ilyen nagyon nagy videókat, így a, szóval a számomra átlaghoz képest, nektek az nagyon kicsinek tűhet, de számomra az nagy, mivel én megszoktam a kisméretű videókat, és ez most majd mindjárt befejezem a gondolatmenetet, csak ezt be kell lőnünk. Na, hol tartottam? Ja, hogy igen. Szóval vannak olyan dört videók, amik 600 megásak, és nem a videó maga, hanem az a verseny éppen, amit nyomok. Ez ugye függ sok mindentől. A bandikammal veszem, mielőtt valaki megkérdezné. Igen, felvettem, megvan. Hogyha dölt van, akkor összevágom. Mondjuk mindegyiknél szoktam vagdosni.
De hát 5-nél ugye össze kell raknom, általában 5 verseny van ugye. Vagy így szoktam írni a füzetbe, hogy hány percnél járok. És hogyha elérem vagy a 20 percet, vagy a, elérem úgy a 15 percet, hogy már több mint 2,5 giga, tehát az egész, az összes fájl méret, akkor van az, hogy oké, okay, akkor ez most 15 perces lesz. De általában ugye, ó, ez nem sőt. Na, szóval általában ugye, azt mondom 22 perc. Hogyha 5 versenyből jön össze, akkor 5-ből, hogyha többből, akkor több. A lényeg, hogy ne legyen úgy 3 gigánál nagyobb a fájl, mert akkor azt nagyon sokáig tölti fel az én netemmel. Na, megvan a felvétel, letentelem. Camtasia Studio 8-al még hozzá. És igen, igen, lementem MP4-be, ugye? Lementettem, egyből betakom ugye feltölteni YouTube-ra. Amíg menti, addig szoktam más csinálni, mit tudom én, addig valami tévézek, vagy tanulok, vagy ami dolgom éppen van. Feltöltés, ugye nekem lassan megy, mert csak 10 megás a netem. Ezt a honlapon a gigben el tudjátok olvasni. Úgy tényleg honlap karbantartás lassan kéne. Na szóval igen, 10 megás a netem. Hát jó, ezt megúsztuk. Na, 10 megás a netem, hányadszor mondom el, nem tudom. És felfele fél megával tölt. Tehát nekem az ilyen... most éppen azt mondom, hogy töltök fel, ami egy FTB retro, 400 megás körül volt, és 110 perc. Vagy nem, 120 volt, de jó, 120. Úgyhogy közben, vagy 130, úgyhogy közben nézek egy videót, vagy valami, szóval így, jó. Az így egész kibírom. Szóval közben én tudok itt játszani, esetleg új videót felvenni, tehát el tudom tölteni itt az alatt az időt, engem nem nagyon zavar, hogy itt háttérbe megy a Google Chrome, és tölt felfele. Jó, ilyenkor a torrenteket ki kell nyomni, meg a Skype-ot, meg ilyeneket kinyomom, hogy azok ne lassítsanak már többet a neten, de ez nem zavar engem annyira a dolgokban. Szóval, ja. Feltöltöm ugye a címet általában már megadom Camtasiában, úgyhogy csak fel... És ha valaki a Camtasiát is össze lehet kötni YouTube profillal, tehát egyből fel lehet tölteni, de van olyan ugye, hogy nincs időm befejezni egy feltöltést valamilyen oknál kifolyólag. Ezért, hogyha YouTube-ra, YouTube-nál töltöm ugye fel itt a böngészővel, úgymond, akkor tudok olyat, hogy majd később újraindítom. Tehát ott kilépek, és akkor azt a YouTube megjegyzi, hogy hol tartott az a feltöltés. Takarítsunk el. Most ezek így, hogy nem ide figyelek, kellemetlen percek, de... Na, szóval igen. Így csinálom a videókat. Aztán amikor betettem, beállítom a lejátszási listát, hogy nagyjából legyen valami rendszer a videóim között, hogyha egy új látogató téved ide, akkor tudja nézni, akkor meg tudja nézni, hogy éppen milyen videók vannak. Szóval ugye tudnám úgy is, de hogy a kíváncsi egy sorozatra, akkor bemegy a lejátszási lista, és meg tudja nézni az összes részt. Igen. Aztán elkezdtem itt az F1-et is, de azzal az a baj, hogy ez csak akkor tudom, amikor tényleg van 5 órán feltölteni. Mivel az 4 giga volt a legutóbbi verseny, ugye a Melbourne. Lerendeltem 1,5 giga. És azt nekem 5 óra alatt, nem másfél, kicsit kevesebb, de legyen másfél és 5 óráig töltötte. Több mint 5, majdnem 6. Szóval hozzá már tényleg kell idő. Na igen, mi van még, amiről lehetne beszélni? Hát nem tudom, igazából mindenről elbeszélgettünk, úgyhogy közben nem is tudom, mi történt a meccsen, azt tudom, hogy lőttem 2-t, hogy bekkeltem ki, arra már nem emlékszek. Úgyhogy vezessünk is gyorsan egy kontrát. Hát majdnem. Jaj, de elvesztettük. Na, szóval akkor igen, holnap jön majd a Dortmund-Real Madrid meccs.
Akkor ti már tudjátok, hogy mi lett a rendes Barca Bayern, és hogyha ez a 2-0 marad a végére, sőt még ha lesz egy harmadik gólom is, akkor is lehet ez az eredmény. Ki tudja, hiszen a Bayern München jelenleg a BL-ben szerintem a legjobb esélyekkel áll. Mögötte talán a Real és a Dortmund, de a Dortmund az minket meg fog tudni cáfolni, mivel a csoportban sem tudtam megverni a Real Madrid. Ugye egyszer nyert a Dortmund. Azaz Robben. Na, szóval egyszer ugye nyert a Dortmund 2-1 otthon, és idegenben pedig azt hiszem, hogy 1-1-es döntetlent játszottak. Nem akarok én itt replét. Na, akkor most ugye elmondom, hogy hogy áll a videófelvétel. 1,1 GB, és ez itt a 10 és fél percén jár. Na, csak összehoztuk. Igen, mi van még, amit lehetne itt mondani a meccs végén? Na, Messike. Jó, és szerintem itt le is fogja fújni. Igen, lefújta. Na, szóval köszönöm a figyelmet. Jó BL nézés, jó meccs nézést. És nyerjen a kedvenc csapatatok. Szevasztok.